Valami van a szemüvegemen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az áprilisi összegzésem lesz. Igen, mert most április. Áprilisban most 9 könyvet fejeztem be összesen, ami még mindig túl teljesítés magamhoz képest. Sőt, az áprilisi könyvekkel együtt megvolt az idei Goodreads Reading Challenge-em is, ahova szintén, mint tavaly, 45 könyvet tűztem ki célul, mert tavaly nagyon szenvedtem az olvasásokkal. Idén meg már 4 hónap alatt elértem. Most hasítok. Nem sok könyvet fogok tudni rendesen felmutatni fizikális példányban, mert a legtöbb könyvet, amit a hónapban kiolvastam, azt vagy hangos könyvben hallgattam, vagy e-könyvben olvastam. Úgyhogy majd valahol belesznek természetesen vágva a borítók, de ezért vagy csak 2 könyv a borítóképen is, mert 2 fizikai példányt olvastam. Jó, akkor nézzük, hogy mik azok a könyvek, amiket befejeztem. Nem májusban, áprilisban, mindig májust akarok mondani, nem tudom miért. Nem teljesen sorrendbe fogok menni, mert több sorozatot olvastam, és akkor inkább a sorozat részeket egybeveszem. Szóval, első, amit végigolvastam áprilisban, az nem más volt, mint a Shadow and Bone, illetőleg magyarul Árnyék és Csont trilógia, ugyanis valószínűleg sokan, akik Leigh Bardugó és Árnyék és Csont fanok, azok tudják, hogy idén áprilisban jött a Shadow and Bone Netflix sorozat, és hát gyanítom, hogy nem csak én, hanem sokan mások is emiatt most előrébb hozták a könyvet a várólistájukon, hogy a sorozat előtt legalább az első részt elolvassák. Nekem sikerült mind a 3 Árnyék és Csont részt kiolvasnom, aminek ugye úgy van sorrendben, hogy Árnyék és Csont, Siege and Storm, Ostrom és Vihar talán magyarul, és van a Ruin and Rising, ami a pusztulás és felemelkedés. Ezen kívül még szerettem volna legalább a Six of Crows-t is letudni, de mindegy, azt majd májusban, vagy kicsit később, mindegy, azt is el fogom olvasni. Főleg most már a sorozat után jobban érdekel azért, hogy mi az eredeti hatvarjú történet is. Ez volt az első nagyobb falat, amit leküzdöttem áprilisban, úgymond. Az Árnyék és Csont nekem nagyon régóta volt várólistán. Tehát, hogy még körülbelül azóta, hogy elkezdtem várólistát vezetni. Mert hogy amikor én elkezdtem Goodreads-et meg Moipontot használni, akkor gyakorlatilag minden akkor népszerű könyvet, tehát ebben benne van az összes ilyen young adult népszerű könyv, fölpakoltam várólistára. Amit nem tudom miért tettem, mert már akkor is egy csomóval úgy voltam, hogy igazából ez engem nem érdekel, na mindegy. Összességében azt tudom elmondani, hogy én nem bántam meg, hogy most kézbe vettem az Árnyék és Csontot. Azt gondolom, hogyha egy pár évvel ezelőtt olvasom, még mondjuk a YouTube előtt, akkor lehet jobban tetszett volna. Nem azt mondom, hogy nem tetszett, tetszett, és nagyon örülök, hogy elolvastam, mert igazából jó volt. Csak nem érzem azt a rajongást iránt, amit 3-4 évvel ezelőtt lehet éreztem volna. Az Árnyék és Csont, ami az első rész, az igazából azt csillagoztam legalacsonyabban, de talán azért, mert ott volt a közepén egy rész, amikor csak ott úgy tréningeznek a kis palotában, és ott úgy el vagyunk, és nem történik semmi, akkor úgy eluntam, meg a végére kicsit ellaposodott nekem pont a könyv, pont a végére, amikor elkezdtek történni a dolgok. Szóval az volt talán számomra a leggyengébb. A második könyvben, mint nagyon sok más embernek, ma nagyon szúrta a szememet, tehát nagyon idegesítő volt, főleg az a szerelmi háromszög, ami az egész sorozatban már egy szerelmi 4 szög a végére már, az katasztrófa. Viszont a harmadik rész teljesen felhozta az egészet, tehát a harmadik rész az nagyon jó volt, minden karakter összeszedte benne magát. A végét meg is könnyeztem egyébként a harmadik kötetnek, bár azt a Hales csatornáján elmondtam, én is. Volt egy közös Grishaverse, kibeszélünk erről a 3 könyvről, azt majd itt elinkelem. Ide linkelem. Szóval én ott elmondtam, hogy szerintem a harmadik rész végén, spoiler, olyan szép kerek lett volna az egész, hogyha Alina meghal. És én ezt nem azért gondolom, mert utáltam Alinát. A végére teljesen megszerettem az összes karaktert, főleg Nikolaj. Nikolaj a legjobb karakter, úgyhogy már csak azért is akarom elolvasni a Six of Crows-t, hogy utána mehessek a King of Scars-ra. Alinának szerintem azért kellett volna a harmadik rész végén meghalnia. Mert 3 könyv alatt végig azt hallgattuk, hogy ő ezt az egészet nem akarja, és neki ez terhes, ez az egész dolog, hogy ő a napidéző. Ami teljesen érthető, mert hát nyilván
ideig nem volt az, és aztán hirtelen az lett, és mindenki mindent tőle vár. És az a sok szenvedés, amin három kötet alatt végigmegyünk, az alól úgymond a legjobb feloldozás szerintem az lett volna, hogyha Alina ott a végén feláldozza magát. Így is végül is az erejét feláldozta, ami szintén szép, mert hogyha megmarad az ereje és úgy megy elbújdosni Mallal, akkor sokkal rosszabb bújott volna ki. Viszont így meg elvesztette az erejét, viszont Malt meg újraélesztették, ami megint egy ilyen kicsit ilyen. De hogy? Mindegy. Összességében tényleg tetszett a sorozat, a második, harmadik részre is 4 csillagot adtam. A másodikra azért, mert a vége fölhúzta egyébként, addig nagyon döcögősen mentem. És persze Nikolaj miatt, ki más miatt, hanem Nikolaj miatt. Nikolaj zseniális karakter, ő volt az egész Grishaverzumban eddig a legjobb karakter, úgyhogy igen. De ezt sokszor elmondtuk a kibeszélünkben is. Úgyhogy azt majd nézzétek meg. Ugye a Shadow and Bone sorozat is tetszett, meg is néztem már, tök jó volt. Szerintem tök jól adaptálták, és nagyon jók a színészek. Annyira jó volt a Shadow and Bone sorozatnak a forgatókönyve, olyan jól megcsinálták és megírták, hogy kedvelem Malt. Mármint, hogy tényleg kedvelem, és neki szurkolok. Márciusban emlegettem a Jambiz könyvet. Ennek kiolvastam a második, illetve harmadik részét hangos könyvben, áprilisban. A második, harmadik része a Jambiz sorozatnak nem tetszett annyira, mint az első, viszont ezek is jók voltak, de az első tényleg sokkal nagyobbat ütött, főleg, hogy a második, harmadikban elmentünk még sok más irányba, és egy csomó dolog, ami az elsőben föl lett emlegetve, az így elszállt az éterben, meg utána a második, harmadik részben is volt egy csomó dolog, amivel végül nem kezdtünk semmit, és szerintem ezért tetszettek leginkább kevésbé. De erről már van kint egy barangolás Amerikában Trinidadi köröm, illetve hát videóm. Azt is itt meg fogjátok találni, meg lent a leírásban is, abban valamennyivel részletesebben kifejtem a véleményemet az egész sorozatról. Oké, még gyors ide veszem. A hónap végén kihallgattam még két másik hangos könyvet, ami a 39 kulcs sorozatnak volt a 6., illetve 7. része. Ugye most nyomatom a 39 kulcs sorozatot, hogy meglegyen a Rick Riordan pledge name, mert Rick Riordan írta a 11. részét. És azért érdekel az első kötet után, amit szintén Rick Riordan írt, mi lesz végül is a 39 kulcs vége. Csak már így ez a 6.-7. rész, nagyon hasonlóak a kötetek. Rövidek, és mindegyikben puk-puk-puk-puk-puk történnek az események, úristen ez, úristen az, jaj, itt egy nyom, ott egy nem, tehát egy... Nem a legizgalmasabbak most már így, főleg ezen a szinten, meg még továbbra is megvan az, hogy ingadozik az, hogy melyik könyv hogy van megírva, mint hogy több szerző írta. Viszont most csak 2-t hallgattam ki egymás után, nem úgy, mint múlt hónapban, amikor 4-et, tehát ennél kevésbé érződött. Viszont annyira ezek a könyvek nem foglalnak le, tehát a hangos könyvnél is csak így félig meddig figyelek oda. Nem, annyira nem kötik le a figyelmem. Majd a Rick Riordanosnál nyilván jobban odafigyelek, de ezek most annyira nem érdekelnek. Igazából derültek ki érdekes dolgok ezekben a részekben. Mondjuk derült ki olyan dolog is, ami nekem az első kötöttől kezdve teljesen egyértelmű volt. Spoiler, például a 6. részben kiderül, hogy Dan és Amy szüleit meggyilkolták, én meg így, ja, egyértelmű volt, hogy ezt a tüzet nem, ez a tűz nem véletlen volt, de mindegy. Most a 7. részben meg kiderült, hogy melyik branchbe tartoznak, ami úgy érdekes, és kíváncsi vagyok ezek után, hogy hova megyünk tovább. De ettől függetlenül nem a legjobb könyv sorozat. Kb. Ennyi a 39 kulcsról, és akkor a két könyv, amit fizikai példányban olvastam. No, az első a BookTube Könyvklub áprilisi havi közös könyv volt, a Vezércsel Walter Tevis-től. Az áprilisi BookTube Könyvklub körben nem vettem igazából részt, vagy hát nem veszek részt ilyen live szinten, mert igazából egyik könyv sem érdekelt az elején annyira, amikor bekerült. A Vezércselt azt egyrészt azért olvastam el, mert Molyos Plecsni. Másrészt azért, mert beadtam a derekam. Én eddig nem akartam megnézni a Vezércselt, mert mondom, nem érdekel sok, mit tudom én, mindegy, nem érdekel. Mindenki oda volt a sorozatért, én mondom, hogy nem érdekel. Szóval úgy voltam vele, hogy hát ha már kéne valamit elolvasni a havi közös könyvek közül, nézzük meg a Vezércselt, hát ha tetszik és meghozza a kedvem a könyvhöz. Bejött a taktika, mert tényleg meghoztak kedvem, nagyon tetszett a sorozat. Ugye ez ilyen 60-as években játszódik, a könyv is, meg a sorozat is nyilván. Emiatt a ruhatárat szeretném kifosztani, mert nagyon-nagyon jó ruhák voltak
a sorozatban. És akkor így a hónap vége felé pedig kézbe vettem a regényt magát is. Igazából a sorozatot hát annyira jól, úgymond jól adaptálták, hogy szinte ugyanaz. Igazából ugye az ilyen sakkos, sakkmeccseket a könyvben részletesen leírták, a sorozatban pedig nyilván csak azt láttuk, hogy pakolgatják a bábukat. Ez lehet, hogy valakinek unalmas benne, vagy nem érti. Én például nem értettem a sakkozós részeket, mert nem értek annyira a sakkhoz. Tudom kb. Hogy melyik bábú hogy léphet, és így ennyi. Sose voltam nagy sakkozó, és nem is leszek. De engem nem zavartak ezek a részek. Nagyon minimális különbségek vannak a könyv és a film között igazából. És nekem tetszett a könyv, szerintem teljesen jó volt. Szóval szerintem, hogyha valaki már látta a sorozatot, akkor nyugodtan elolvashatja a könyvet, de nekem kifejezetten tetszett így a sorozat után. Nem tudom, hogyha a sorozat előtt olvasom, akkor más lenne a véleményem, és hogy esetleg a sorozat formálta valamennyire a véleményemet a könyvről, de így sorozat, film sorrendben teljesen jó volt így is. Vagy sorozat, könyv sorrendben, miről beszélek. És az utolsó, nem ezt olvastam utoljára, de most így mutatom. Szóval az utolsó könyv, amit most mutatok, az Schmall Rózától A nagy folyók haragja. Ez egy nagyon-nagyon szép könyv, és egy fél tégla. 540 oldal, és vastagabb, mint a 600 oldalas kressz itt mögöttem. Ez 600 oldal, és csak mutatom, hogy lássátok. Látjátok? Hú, a hajam, de jól áll. Vékonyabb ez a 600 oldalas könyv. Ezt a kötetet a Kolibri kiadótól kaptam meg recenzióban, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Kicsit megijedtem a méretétől őszintén, szóval 540 oldal. Ahhoz képest egyébként nagyon gyorsan kiolvastam, mert nagyon gyorsan olvasható, tehát igazából azt hiszem egy hét alatt meg volt, úgyhogy nem olvastam minden nap, meg közben olvastam mást is. Első dolog, amit kiemelnék, hogy a könyvben van egy csomó illusztráció, illetve térkép, ami nagyon-nagyon szépek, és a szerző készítette őket, tehát így próbálom mutatni. Imádom a térképeket, tehát ezt szerintem már így tudjuk, meg szerintem mindenki szereti a térképeket, mert akkor úgy lehet nézegetni. És van egy csomó ilyen városrajz is benne, illetőleg családfák is. Ezeket tök jó volt nézegetni. A történet maga nagyon összetett. Egyébként ez egy ifjúsági kötetnek van jelölve. Egyébként az is, mert nem akarom a trónokharcához hasonlítani, de olyan szinten hasonló a trónokharcához, hogy nagyon összetett a sztori. Sok szálon fut, sok szereplővel, és viszonylag hosszú időn át, valami 20 évetől elállt ez az első kötet. És tényleg nagyon összetett. Annyi, hogy a trónokharcában a kedvenc szereplőid meghalnak, ebben a kedvenc szereplőid szenvednek. Ebben a kedvenc szereplőiddel kiszúr az élet. Ebben a kedvenc szereplőiddel alig történik valami pozitív. Ami esküszöm sokkal rosszabb, mintha meghaltak volna. Nagyon előre szagadtam. Ja igen. És a másik, ami ebben nagyon jó, hogy ugye nyilván a trónok harca az felnőtt fantazi, ez meg ifjúsági, és ez a nyelvezetében is érződik. Fiatalosabban van megírva nyelvezetileg, és nincs benne annyi hálószoba jelenet. Sőt, nincs benne hálószoba jelenet, mert ez nem a trónok harca. Mert ez nem egy olyan könyv, vagy mint mondjuk a vaják. Ez ifjúsági. És ezért nagyon hálás vagyok ezért a könyvnek, hogy ilyen nagyon összetett, bonyolult fantasy könyv, de hogy nincs benne ez. Mert én el vagyok az ilyen jelenetek nélkül is. Ez a könyv nagyon jó volt. Gyorsan beszippant a sztori, mert olyan csavarok történnek. Szerintem nagyon hamar meg lehet kedvelni a központi szereplőket, és utána együtt izgulni velük, hogy mi fog történni, és utána azért izgulni, hogy mikor fordul végre jóra a soruk, mert kapják a rossz dolgokat a nyakukba, hogy szépen fogalmazzak. Magával ragad, izgalmas, olvastatja magát, érdekli az embert. A végére igazából most pont azt éreztem, mikor befejeztem, hogy basszus, hogyha jön ennek a második része, egyrészt tutira el akarom olvasni, mert nagyon sok, azért még nyilván első része ez egy trilógiának. Tehát nagyon sok ajtó nyitva van még, és nagyon érdekel, hogy mi lesz egyes dolgokból, egyes eseményekből, mert nagyon sok minden történt ebben a könyvben, és még valószínűleg nagyon sok minden fog a sorozatban. És nagyon érdekel. És pont mondtam apának, hogy ezzel az lesz a baj, hogy ez egy annyira összetett sztori, hogy a második rész előtt tutira újra kell olvasni, mert nem fogok emlékezni semmire. Így is az elején nagyon sokat kellett visszalapoznom, hogy nézzem, hogy
akkor most ki kicsoda, ki az, aki új szereplő, melyik név az, amelyik még nem volt, akkor te kinek a kicsodája vagy. Nyilván ugye rengeteg szereplő van benne, rengeteg szokatlan név, és igen, ezeket meg kell szokni, de utána nagyon hamar lehet ezzel a könyvvel haladni. Ami nekem kifejezetten tetszik, amit én szeretek is könyvekben, hogyha rövid fejezetekből áll. Mert akkor sokkal jobban be tud húzni, már csak amiatt is, mert hogyha mondjuk már este van, és már azt mondom, hogy le kéne feküdni, és véget ér a fejezet, de érdekelne, hogyan van tovább, és így meglátom, hogy a következő fejezet csak ilyen 3-4 oldal. Hát ez gyorsan megvan, és aztán kettőt püslög az ember, és éjfél van, tehát hogy... Ez egy ilyen könyv. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és csak ajánlani tudom, és nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy ennek mi lesz a folytatása. És nagyon szép egyébként, kívülbelül tényleg nagyon szép. Nagyon jól meg van írva, nekem nagyon tetszett. És nem kell megijedni attól szerintem, hogy egy fél tégla, tehát tényleg embert lehetne vele ölni, mert tényleg nagyon gyorsan lehet vele haladni. Én ezeket a könyveket olvastam ki áprilisban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!